itt az Ajkai Szó videóműhelyében. Hallottuk már a KK Ajka sikersorozatát, hadd fogalmazok így, tehát mint a felfelé verne a pályája, de ebben majd megerősít. Szoktuk közölni az újságban az eredményeket, de ezek önmagukban, hát jó, néha örömre adnak okot, néha szomorkodásra, de nem fejezi ki azt a tendenciát, aminek szerintem tanulni lehetünk a KK Ajkánál. Az utóbbi egy-másfél évre visszatekintve, most ennél is, hogy ilyen messziről indulok, de hogyan alakult a kézilabda csapat pályája? Mert voltak változások, ugye? Így van, az elmúlt másfél évet összefoglalva azt könnyűszerrel tudom megtenni, hiszen másfél évvel ezelőtt érkeztem a klubhoz. 2022 nyarán csaptunk egymás tenyerébe Geri Gyula elnök úrral, és egy olyan koncepciót vázolt felém a kézilabda klubbal kapcsolatban, hogy hová is kéne eljutnunk, mik, hol tartottunk akkor, és mik azok a követelmények, amiket mind városi, mind pedig klubmodell tekintetében el kellene érnünk a kézilabda klub Ajkával. Ekkor elkezdtünk egy tudatos építkezést, aminek egy része az utánpótlás bázisunknak a stabilizálása és fejlesztése, egy másik része pedig a felnőtt csapatainknak a versenyeztetése és a fejlesztése volt. Tehát nem csak egy csapatról van szó, hanem egy szakosztályi életről. Így van. Itt igazából most már két sportszervezetről beszélünk időközben, de nem szeretnék előre szaladni ebben. A Kézilabda Klub Ajka sportegyesületben zajlott a sporttevékenysége másfél évvel ezelőtt a kézilabdázásnak, mind utánpótlás, mind felnőtt szinten, magába foglalva a felnőtt férfi és a felnőtt női csapatot, illetve a teljes utánpótlás bázisnak a férfi és a női. Nem vagyok a számok rabja, de ez körül hány sportolót jelent úgy? Ez akkoriban, amikor ezt elkezdtük csinálni másfél évvel ezelőtt közösen elnök úrral, akkor 74 darab utánpótláskorú játékosunk volt, és volt körülbelül olyan 25 darab felnőtt. Tehát mint egy 100 ember foglalt magába. Így van. Akkoriban nem még erről a számról beszélhettünk. Viszont abban az időben még működött a városban egy másik utánpótlás kézilabda sportegyesület, ez az ATS-e sportegyesült volt, akinek az elnöke Pelikán Milán, illetve Végig Balázs kollégájával építették szépen ezt a utánpótlás sportegyesületet. Én már megérkezésemkor feltűnt nekem, hogy indokolatlannak gondoltam, hogy egy városban két különböző sportegyesület folytatja ugyanazt a sporttevékenységet, ugyanazt az utánpótlás műhelyi munkát, és törekedjünk ennek az egységesítésére. És egy hosszú tárgyalás sorozat és egy hosszú közös gondolkodás vezetett ahhoz, hogy ez a két sportegyesület már fúzionált. Ez is itt van manapság, inkább a szétválás. Igen. Hál' Istennek itt a kézilabda szeretete és az utánpótlás játékosoknak a pályafutásának a biztosítása az mindenkinek elsődleges szempont volt. Így én azt gondolom, hogy egy korrekt párbeszéd kezdődött el Pelikán Milánékkal, és egy olyan konszenzus született, amiben mi egy olyan kézilabda sportegyesület tudunk létrehozni Ajkán, amiben mindenki megtalálja a számítását, aki utánpótláskorú, és szereti ezt a játékot, és ki szeretné próbálni. Úgyhogy ez volt az alapkoncepció, hogy az ő értékeiket, utánpótlás nevelési értékeiket megtartva, illetve a kézilabda klub Ajkának a szervezeti erősségét kihasználva egy olyan sportegyesület szülessen, ami stabil alapokon áll, és megnyugvással tudják a szülők nálunk sportot. Ez hogyan érintett az anyagi lehetőségeket? Jobbak lettek, vagy jobban hasznosulnak? Ugye az utánpótlás sportra, ugye látványsportágról beszélünk, 5 látványsportágban jelenleg Kishazánkban, ennek az egyik a kézilabda, ez TAU támogatással jár, és nyilván egységesíteni tudtuk ebben a helyzetben a TAU támogatását az ATS-ének és a Kézilabda Klub Ajka sportegyesületnek, és így ez a forrás összevonódva egy hatványozottabb. Apropó, TAU, volt arról szó, hogy kézilabdacsarnok épül Ajkán, vagy? Kézilabdacsarnok megújult. TAU. Inkább megújult. Megújult TAU pályázatból, így van. De ez még egy korábbi projekt volt, aminek tavalyi év végén lett a megvalósítás lezárva. Viszont a pályázat az már egy korábbi évek munkája volt, tehát nagyon tudatosan készültek erre a Gyuláék annak idején, hogy itt legyen egy ilyen fejlesztés,
és végül is át. Ez egy sikeres projekt volt. Sikeres projekt volt, az lezárult. És ezért is nagyon jó, hogy nem csak a létesítmény valósult meg, hanem meg, mert tartalom is tud párosulni, hiszen ezzel, ahogy az előbb mondtam, a létszám tekintetében 71 néhány gyerekkel foglalkoztunk még másfél évvel ezelőtt. Az ATSZ-ével való összevonás után ez most már 190 gyermeket jelent, plusz a felnőtt csapataink, tehát bőven 200 fölött van a sportegyesületnek a létszáma. A utánpótlás... Ez nem azt jelenti, hogy többen kézilabdáznak Ajkán, hanem egy sportegyesületen belül többen jutnak játék vagy edzés lehetőséghez. Többen is. De többen is, ez vonzerőt is jelentett. Az alsó korosztályokban lehet ezt nagyon jól megfigyelni, hiszen most már hétről hétre növekszik szinte minden csapatunknak a létszáma, amiből tudatos edzésmunkával tudunk kézlabda palántákat nevelni. Nagy szeretettel jönnek mérkőzésekre is a gyerekek, úgyhogy egy jó munka kezdődött el itt egy évvel ezelőtt, amikor a ATSZ és a kézlabda klub Ajka összebútorozott. Egyébként azt hagyd mondjam el a kedves nézőknek, hogy ilyenkor ez úgy működik, hogy az ATSZ játékosai átigazoltak a kézlabda klub Ajkába, és kézlabda klub Ajka néven folytattuk a sporttevékenységet. Ez hogyan adott ki a bajnokságra, vagy a versenyekre? Úgy, hogy ebben az évben már kézlabda klub Ajka néven neveztünk az adott korosztályokban. Ajka, felnőtt, utánpótlás. Így van. A felnőtt csapatoknál egy másik helyzet adódott, hiszen ugye a felnőtt férfi csapatunk az NB1B-ben szerepel, ez a jelenlegi másodosztályú bajnokság. Itt van egy olyan... is ugyan, mint a foci, vagy itt szerepelnek a legjobb magyar kézilabdások, mert ugye remélem. Az NB1-ben nagyon sok külföldi játszik, és inkább... Inkább úgy fogalmaznám meg az NB1-t, hogy itt azok az utánpótláskorú játékosok tudnak kiteljesedni, akik még az NB1-ben nem érnek oda, illetve azok a kiöregedő harcosok, akik már NB1-ben nem férnek bele, és ennek az ötvözete találkozik az NB1-be. Roppant erős bajnokság alakult egyébként, pont amikor ide érkeztem másfél évvel ezelőtt, akkor volt az NB1-nek egy összevonása, mert a korábbi keleti-nyugati csoport helyett egy egységes, egycsoportos NB1-t alkotott a kézilabda szövetség, ugyanúgy, ahogy a labdarúgásban az NB2, ahhoz hasonló a modell. És ebben miért nem NB2-nek hívják? Mert van NB2 a kézilabdában, van NB1, NB1B és NB2. Tehát nálunk a kézilabdában az NB2 az a harmadosztály. Uh-huh. Az NB1 az első, az NB1B a második, igen, egy kicsit félrevezető egyébként, igen, strukturálisan. Igen, mert a focsiban nem így van, de... A vízilabdában még így van, OB1, OB1B és igen, OB2. Igen, igen. Jó, vissza a kézilabdához. Vissza a KH-hoz. A NB1B-nek van egy olyan feltétele, szintén a labdarúgáshoz hasonló, hogy klublicensz kötelezett az a klub, amelyik az NB1B-ben szeretne szerepelni. A klublicensznek nem csak operatív feltételei vannak, hogy nekünk licenszes edzőt kell foglalkoztatni, masszőrt kell foglalkoztatni, be kell jelenteni az egyéb munkavállalókat, gazdasági adatokat kell szolgáltatni, nem lehet köztartozásunk. Tehát különböző területeken van kritériuma a klublicensznek, és az egyik ilyen kritériuma az volt a klublicensznek, hogy ennek sportvállalkozásnak kell lennie ennek az egyesületnek, tehát mind KK Ajka sportegyesület, már nem tudtunk volna benevezni az NB1B-ben, ehhez létre kellett hozni a KK, vagy a KFT sportszervezetet. Ez a labdarúgáshoz... KFT vagy KFT? Tehát non-profit vagy? Ez KFT. KFT. Ez sportvállalkozás, igen. Ez nincs. Ez úgy van, mint ugyanaz a modell, mint a labdarúgásnál. Tehát ott is van az FC Ajka sportszervezet, KFT, ez hasonlóan a kézlabdánál és a kritériumoknak megfelelően ez megalkotásra került, ez az új sportszervezet, aminek az ügyvezető igazgatója egyébként szintén Geri Gyula klubelnök lett, aki a kézlabda klub Ajkának is a klubelnöke. Tehát ilyen tekintetben nem történt személyi változás, hanem ugyanazt a munkát folytatva, csak szervezetileg átalakítva a struktúrát úgy tudtunk benevezni, hogy a kézlabda klub Ajka is megszületett, és ezzel neveztünk az NB1-be. Hogyan hatott mindez ki a játékra magára? Tehát végülis a nézőt ugye igazából az érdekli, hogy mi történik hétvégén a pályán. Így van, ezt azért volt fontos elmondanom, hogy ez egy olyan változás volt, hogy az utánpótlás sportegyesületet külön tudtuk kezelni a felnőtt sporttól, hiszen a női felnőtt csapatot, hiszen ott az női felnőtteknél nem volt kötelezettség az NB2-ben a harmadosztályban KFT-ként üzemeltetni, viszont mi előre gondolkodva, hogyha majd egyszer
oda jutunk, hogy a nőknek is M1-B-s tagságuk lesz majd a jövőben, mert ez is céljaink között szerepel, akkor ezzel már ne kelljen akkor foglalkozunk, tehát ott a KFT-be tettük a felnőtt női csapatunkat is, és az utánpótlás sport maradt a sportegyesületben. A nézők nyilván ebből egy klubot látnak, kézlabdakú bajka néven szerepelünk, és ez egy kívülről is, és szervezetileg operatíve is ez egy egységet alkot, ez a két sportszervezet, ennek kizárólag jogi entitása van. A szereplésünk, hogy kezdjem a felnőtt csapatoknál a nőkkel, egy nagyon hölgyek az elsőbségi nőnap előtt egy nappal. A hölgyek a tavalyi évadban egy nagyon szép sikert értek el az MB2-ben, a harmadosztályban 5. helyezést értek el, és tavaly nyáron történt egy olyan törés a női csapatnál, hogy a csapat gerince az eligazolt tőlünk, egy 5-6 játékos különböző okok miatt távozott a sportegyesülettől. Események szerencsétlen összejátszása. Szerencsétlen összejátszása, és újjá kellett formálni a csapatot, új edzőt is kellett, az edző is távozott, új edzőt kellett hozni Szalai Ákos személyében, aki korábban a kézlabdakú bajka utánpótlásában dolgozott. Őt neveztük ki a felnőtt női csapat edzőjeként, és egy nagyon új csapattal, egy tudatos munkával, egy jó felkészüléssel elkezdték a bajnokságot. Nem fogalmaztunk meg feléjük konkrét elvárást, hiszen egy új csapatnál az elég szakmaitlan lett volna, hiszen tudjuk, hogy időre van szüksége, mire összeér a gárda. És nagyon jól kezdtek, tényleg több mérkőzést egymás után sorozatban megnyertek, aztán itt mindenki el volt ájulva, hogy akkor határa csillagos ég, aztán jött a realitás. Jött a realitás, és jöttek a nem várt egygólos vereségek, ami mindenkinek vagy azért fájt. Viszont most ott tartunk, hogy itt a tavasz beköszöntével a hétvégén egy olyan bajnoki mérkőzést játszik a felnőtt női csapatunk, a VKL-ese otthonában, Ikrényben, hogyha győzünk, akkor az MB2 felsőházába kerülünk. A szándék hely körül. Most egy 8 csapatos északnyugati csoportban vagyunk. Ott aminek, hogyha a területi felosztás. Most még megmaradt, hiszen és ez oszlik két részre, felsőház és alsóház, hogyha az első 4-be bekerülünk a top 4-be, akkor leszünk felsőházasak. Jelenleg 4-ek vagyunk, tehát jelenleg bent vagyunk a top 4-be, de ahhoz, hogy ezt megőrizzük, nyernünk kell a hétvégén. És akkor egy olyan felsőház fog alakulni, hogy egy másik csoport első 4 helyezetével játszunk össze, és így alakul 4 MB2-es felsőházas csoportban zajlik tovább a bajnokság a tavasz folyamán. Ez olyan, mint a rájátszás. Ez egy rájátszás. Van egy felső és egy alsóházi rájátszás. Az alsóházi rájátszást azt nem részletezett indokok miatt szeretnénk elkerülni, mert nyilván annak van veszélye is, úgyhogy mi nem szeretnénk az alsóházban kézlabdázni. Ennek a mérkőzésnek én nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog hétvégén egy jó felkészüléssel. Pipa, mi van a fiúkkal? A fiúkkal az a helyzet, hogy másfél évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk dolgozni az MB1B-ben, az egycsoportos MB1B-ben, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ragadjunk meg az osztályban, maradjunk bent. Márciusban, 2023 márciusában úgy állt a csapatunk, hogy 7 ponttal, 700 ponttal az utolsó helyen szerénkedtünk, és úgy éreztük, hogy ahhoz, hogy bent tudjuk tartani a csapatot, változásra, személyváltozásra van szükség, akkor edzőcseréhez folyamattunk, Tégi Tamás edzőtől elköszöntünk, megköszöntük az addigi munkáját, akinek egyébként ezúton is köszönhet, hiszen az MB2-ből ő jutatta föl a csapatunkat, és az MB1B szezon úgy alakult, hogy szerénkedtünk az utolsó helyezésen. Aztán márciusban leigazoltuk Velki Péter vezetőedzőt a Veszprémi Kézlabda Akadémiáról, akivel neki mentünk az idézőjelben lehetetlennek, küldetésnek, és az utolsó helyről egy óriási hajrát mutatva, a tartását bemutatva a csapatnak, a munkába vetett hitét bemutatva a csapatnak, rettentesen büszke,
büszkék lehetünk erre az eredményre, hogy sikerült bent maradnunk az NBB-ben. Ez egy nagyon nagy összefogás volt, és ez egy igazán jól sikerült időszak volt. Elkerültünk, szépen lépkedtünk, araszoltunk fölfelé, aztán alattunk húzták meg a vonalat május végén, úgyhogy ez nagy örömünkre szolgált. Aztán a nyáron Geri Gyula ügyvezető úrral úgy alakítottuk a csapatnak az igazolási politikáját, hogy már ebben a szezonban ne lebegjen felöttünk Demokrész kardja. Mindenképpen szerettünk volna kapusposzton határozottan erősíteni, illetve az értékeinket megtartva úgy belemenni az idei bajnokságba, hogy ne legyen problémánk a kieséssel. Tavaly nyáron sikerült Ajkára csábítanunk Tatai Pétert, a 83-szoros válogatott kapus legendát, és így azt mondom, hogy a 3/4 eltelt a bajnokságnak, nagyszerű teljesítményt nyújtott, és megelégedésünkre szolgálta, és védte kapunkat, úgyhogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jelen pillanatban középmezőnyben tanyázik, a stabil középmezőnyben tanyázik az együttesünk, és joggal megérdemelten küzdöttük magunkat idáig, hiszen az a munka, amit a Péter elkezdett 2023 márciusában a pályán és a pályán kívül ezzel a csapattal, azt gondolom, hogy az egy rettentő nagy munka volt, és olyan csapatokkal vagyunk most hasonszörű rangon említve, amikkel kapcsolatban másfél évvel ezelőtt nem beszélhettünk. Tehát egy Cegléd, egy Budai Farkasok, NB1-et megjárt, Mezőkövesd, NB1-et megjárt csapatokat utasítunk adott esetben magunk mögé, vagy közönség nagy örömére például itt 2 héttel ezelőtt hazai pályán megvertük a Győri Etót, az első helyezett stabil feljutó csapatot, úgyhogy most már meglepetésekben sincs hiány, tehát szépen mutogatjuk az oroszlán körmeinket, és szeretnénk a továbbiakban is úgy megerősíteni a csapatunkat, hogy a következő szezonban viszont a bajnokság első feléhez tartozzunk, hogy aztán azon belül mi sikerül, mi jön össze, az majd nyilván a nem kizárólag rajtunk és a befektetett munkában. Most említett, hogy látványsportról van szó, tehát itt mondjuk az egyik alapvető kritérium, ugye, hogy a nézők elégedetten távozzanak a mérkőzés, érezzék úgy, hogy nagy csapatunk helytált. Lehet, hogy most kikapod, de jövő héten biztos nyerni fog, mert az XY-nal fog játszani. Tehát nem hiszem, legalábbis az én személyes véleményem, hogy az lenne a cél, hogy most az NB1-ben bizonyítsanak, és ott mindenféle anyagi problémákkal találják magukat szembe, meg külföldi játékosokat kell szerződtetni. Őszintén szóval ez nekem nem szimpatikus. Én Veszprém vagyok, de hogy a Veszprémi csapatban egy vagy két magyar játékos játszik, az hát nekem inkább negatív. Tehát én a mostani munkájukhoz kívánnék sikereket, vagy erőt, egészséget, így a katonai nyelven, de nem hiszem, hogy akár önöknek is, de cáfolja meg, az lenne a célja, hogy egy osztályt lépjenek. Jó kell játszani, szórakoztatni kell a közönséget, látványsportról van szó, sportolási lehetőséget adni játékosoknak, és őrizni az arcunkat, ugye? Valami így van, ezt is, ezt a gondolatmenetet folytatva, ezt két részre bontanám. Van az utánpótlás sportegyesületünk, az utánpótlás munkánk. Az a mi hitünk, az a mi küldetésünk, hogy az ajkai kézilabda palántáknak lehetőséget biztosítsunk, és egy olyan sportpályafutás, sportmodellt tudjunk nyújtani, ami itt tartja őket a városban, ami jó csapatokban tudnak szerepelni, kellemes környezetben, jó infrastruktúránk van, jó szerelésben, tehát jó körülmények között tudják végezni a kézlabdát, ne kelljen elmenni Veszprémbe, Nemesvámosra, Szombathelyre, ide-oda, amoda, hanem itt tudjanak maradni és itt sportolni Ajkán. Nyilván ennek egy kimenetele az, hogy a felnőtt csapatunkban is lehetőséget kapjanak. Az nem titkolva, nekünk az egyik legnagyobb küldetésünk, hogy minél több ajkai szerepeljen a csapatunk, és büszkén elmondhatom, hogy a női csapatunknak az 50%-át ajkai lányok alkotják az NB2-ben, az NB1-ben és fiúknál pedig 3 olyan játékos is szerepel, aki ajkai nevelés, és itt fogta meg először a kézlabdát mi nálunk. Ez egy nagy szó a jelenlegi másodosztályú küzdelmekben. Egy picit visszacsatolva arra, amit az előbb mondtál, hogy első osztály, másodosztály, és hogy ennek a kicsengése mi a lelátó felé. A sportnak azért van egy alapvető küldetés, hogy egyre erősebben, egyre feljebb.
Tehát nyilván az játékosoknak nem... Az olimpiai alap, mindig magasabb, mindig erősebb, nem lehet azt mondani, hogy fog vissza magad, öreg, nehogy följussunk az NBA-be. Tehát ilyet nem fogunk mondani senkinek. Azt viszont kitűztük magunk elé célként, hogy a következő évadban a férfi mezőnyben, a fiúkkal az NBA-ben az első öt hely valamelyikében tudjunk megragadni. Tudatosan erősítünk ebben az irányban. Olyan fiatal, magyar tehetségeket szeretnénk ajkára csábítani, akik környékbeliek, akár a Veszprémi Akadémián nevelkedtek, akár a másik Veszprémben kézlabdáztak korábban, tehát egy kicsit ilyen regionális szerepkört betöltve, azoknak a fiatal magyar sportolóknak lehetőséget adni az oroszlán körmeik kinyújtására, hogy itt be tudják bizonyítani ajkán, hogy igenis helyük van az első osztályban, igenis kell velük számolni a magyar kézilagában. Ez egy határozott küldetésünk, ezért is mindig fiatalokat szerződtetünk az új felfogásunk szerint. Ezt idén télen már elkezdtük, egyébként a Bodnár Ádám és a Rosta Bálint érkezésével 21-22 éves fiatalokat sikerült ajkára hozni. A tegnapi napon jelentettük be Szabó Tas érkezését, aki a Veszprémi Akadémiáról érkezik hozzánk, 22 éves, 2 méteres balkezes bombázó. Úgyhogy ezeknek a fiúknak azért azt nem fogjuk mondani, hogy ne nyerjük meg az NBA-t, ha úgy adódik. Viszont az is, azt már most meg tudom ígérni a kedves nézőknek, meg tudjuk ígérni, hogy ha ez egyszer sikerül, itt Ajkán, és ezekkel a fiúkkal elérünk oda, hogy meg tudjuk nyerni a másodosztályi bajnokságot, akkor mi ezekkel a fiúkkal fogunk játszani az első osztályban. Tehát itt nem cél az, hogy akkor lecserélve a csapatot, megjelenjen 8 külföldi játékos, és akkor a nehéz legyen fél évig megtanulni a balátlövő nevét. Tehát nem ez a cél, hanem az a cél, hogy azokat a játékosokat értékeljük, és azokat a játékosokat szerepeltessük, akik az adott sikert elérték. Köszönöm szépen, és kívánom neked is, meg a nézőknek is, hogy minél többen fedezzék fel a KK-t, és élvezzék a mérkőzéseket. Köszönöm. Várunk szeretettel mindenkit a bajnoki mérkőzéseken. Én köszönöm szépen az interjút.